a feltámadásról kérdez bárki, bármennyire is jártam 6 évet a teológiára, bármennyire is 27 éve hirdetem az evangéliumot, nem tudnék nektek magyarázatot adni. Vannak itt közöttünk orvosok, vannak közöttünk biológusok, akik viszont tökéletes magyarázatot tudnának adni a halálra. El tudnák mondani, szépen végig tudnák vezetni okát, menetét az élet megszűnésének. De én nem tudnék nektek semmit sem mondani a feltámadás rendjéről, mikéntjéről. De egy valamiről tudok szólni, és egy valamiről akarok szólni. Arról, hogy hiszek Isten erejében. Én hiszek az Isten szeretetében. Én rendíthetetlenül hiszek abban, hogy Isten hatalmasabb a halálnál. Én hiszem, hogy messze fölötte áll a megértési képességeinken, emberi lehetőségeinken az, ami az Istennek a hatalmába adatott. És ebbe az Isten képbe viszont tökéletesen beleillik, belefér, sőt, hadd mondjam, így következik, hogy neki van ereje a halál fölött is. Még egyszer, nem tudom, mennyire érthető, amit elmondtam. Ha a feltámadásban akarsz hinni, könnyen meg fog bukni, bicsaklani a gondolatod. De ha az Istenben, az ő hatalmában hiszel, akkor számodra nem kérdés, hogy van halál utáni élet, hogy van hatalma a mi Istenünknek az elmúlás fölött. Nézzétek csak meg, a felolvasott ígében is, amikor az asszonyok ott állnak az üres sírban, mit mondanak az angyalok? Vagy mit nem mondanak az angyalok? Miről nem kezdenek el beszélni? Nem kezdik el mondani, nem kezdik el megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, hogy Jézus hogyan támad föl? Figyelitek? A feltámadás mikéntjét, hogy hogyan lett a halottból élő, azt nem kezdik el neurológiai, szövettani dolgokkal megmagyarázni. Mert ez megmagyarázhatatlan, értelmezhetetlen. Ezért mit mondanak? Emlékezzetek vissza, megmondta nektek, hogy így lesz. Igen, ez az emlékezés és a hit, az Isten szavára, az igére való figyelés mindennek a nyitja, mindennek a kulcsa. Ha visszaemlékeztek, mondja az asszonyoknak, hogy miről beszélt Jézus az elmúlt néhány napban, akkor fölfogjátok majd, megértitek, magától értetődő lesz, hogy ami itt történt, az a feltámadás.